Tapsoljátok meg magatokat nyugodtan, mert bátrak vagytok! És a gyávol 100-szor hal meg, a bátor ember csak egyszer. És ennek a népnek nagyon sok tagja naponta meghal lélekben. És ezt nem lehet hagyni. Mert semmilyen kormánynak nincsen kétharmada, csak a népnek van kétharmada. És minden kormány azért van, hogy szolgálja a népet. Emlékeztetni kell a vezetőket arra, hogy miért ülnek ott, ahol ülnek. És itt ma nem valami ellen gyűjtetek össze, hanem valamiért. Azért, hogy legyen jövőtök, ne csak múltatok. Hogy ne felejtjétek, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, miért gyűltünk itt ennyien. Nagyon sokan vagyunk, az Alkotmány utca is nagy rész megtelt, nem vagyunk még 2 millióan, de leszünk annyian is. Mindenki hozza még egy ember! Ez a mai nap, ez egy akciósorozat kezdete, a D-Day, amit fordíthatunk úgy is, a demokrácia napja! Engedjétek meg nekem, hogy felolvassam az akcióegység 9 pontos követelését. Követeljük az igazságos és méltányos közteherviselés. Követeljük, hogy szüntessék be a visszamenőleges hatályú törvénykezés. Követeljük, hogy a munka világában állítsák helyre a háromoldalú társadalmi párbeszéd intézményrendszerét. Követeljük, hogy a munkatörvénykönyvét kizárólag a szociális partnerekkel történt megegyezést követően módosítsák. Követeljük, hogy állítsák helyre a korkedvezményes, a korengedményes és a szolgálati nyugdíjak alkotmányos védelmét. Követeljük, hogy a nyugdíjrendszer változásai méltányos átmenetet biztosítsanak a munkavállalóknak. Az új szabályok esetenként csak az újonnan munkavállalókra, illetve szolgálati viszonyt létesítőkre vonatkozzanak. Követeljük, hogy az új életpályamodelleket csak a szakszervezetekkel történt megállapodásokat követően vezessék be. Követeljük a sztrájkjog visszaállítását. Követeljük, hogy ne csorbítsák a szakszervezetek jogait! És most engedjétek meg nekem, tekintetbe véve, hogy ennyien összegyűltetek, és ennyi szervezet támogatta mai megmozdulást és ezt az akciósorozatot, felolvasom azon szervezetek, szakszervezetek, civil szervezetek nevét, akik támogatják a mai rendezvényt. Baloldali Jövőfórum civil szervezet. BKV Hív Dolgozók szakszervezete. Budapesti Trolibusz Közlekedési Dolgozók szakszervezete.
Civil akcióegység. Civil Control EMD. Civil mozgalom. Duna Televízió dolgozói szakszervezete. Duna Televízió üzemi szakszervezete. Együtt a megszorítások ellen Facebook csoport. Elektromos szakszervezet. Fehér kéményseprők országos társadalmi szervezetek szövetsége. Fővárosi közlekedési dolgozók demokratikus szakszervezete. Fővárosi tűzoltóság szakszervezete. Független rádiós szakszervezet. Hallgatói hálózat Facebook csoport. Hivatásos tűzoltók független szakszervezete. Hitelkárosultak. Kék szallaggal a demokráciáért mozgalom, célmozgalom. Korengedményes nyugdíjasok országos érdekvédelmi egyesülete. Közlekedési szakszervezetek országos szövetsége. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége tagszervezetei. Bányász szakszervezet. Koronkipari dolgozók szakszervezete. BBDS pénzügyi ágazat szakszervezeti szövetsége. Édesipari dolgozók szakszervezete. Élelmezésipari dolgozók szakszervezetének szövetsége. Élelmiszeripari dolgozók szakszervezete. Már én is alig bírom, de vannak nagyon sokan még. Építőfa és építőanyagipari dolgozók szakszervezetének szövetsége. Fehérjeipari dolgozók szakszervezete, ATEM. Gabona és malomipari dolgozók szakszervezete. Helyipari és városgazdálkodási dolgozók szakszervezete kétemel. Honvédségi dolgozók szakszervezete. Húsipari dolgozók szakszervezete. Idegen forgalmi dolgozók országos szakszervezeti tanácsa. Kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. Konzervipari dolgozók szakszervezete. Közlekedési dolgozók szakszervezetének szövetsége. Közúti dolgozók szakszervezete. Magyar cigányzegészek szakszervezete. Magyar közoktatási szakképzési szakszervezet. Magyar műsorszóló dolgozók szakszervezete. Mezőgazdasági erdészeti és vízügyi dolgozók szakszervezeti szövetsége, MEDOSZ. Miskolci tömegközlekedési dolgozók szakszervezete. Hol? Bányász szakszervezet. Nyomdaipari dolgozók szakszervezete. Növényipari dolgozók szakszervezete. Országos sportszakszervezet. Távközlési szakszervezet, TÁPSZAK. TV dolgozók szakszervezeti szövetsége. Vagyonvédelmi szakszervezetek szövetsége. Vasas szakszervezeti szövetség. Vasutasok szakszervezete! Magyar Szociális Fórum! Magyar Televízió gyártásvezetői szakszervezete!
Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, BDS. Mérnökök és Technikusok Szakszervezete. Metró Közlekedési Dolgozók Szakszervezete. Mozdonyvezetők Szakszervezete. MÖPESZ, Magán és Önkéntes Nyugdíjpénztári Tagok Érdekvédelmi Szövetsége. MTI Sajtószakszervezet. Nyugdíjasok Országos Képviselete. Rádiós Dolgozók Szakszervezete. Rádiós Műszakjak Szakszervezete. Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete. Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség. Sorsunk 2011 Facebook csoport. És még kérek türelmet, mert még nagyon hosszú a lista. A szakszervezetek együttműködési fóruma tagszervezetei következnek. Belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezete. Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. Láthatjátok, mindenki itt van. Egészségügyben Dolgozók Független Szakszervezete. Egészségügyi és Szociális Területek Munkavállalóinak Szakszervezete. Katasztrófa Védelmi Dolgozók Szakszervezete. Közegészségügyi szakszervezet. Közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezete. Külügyminisztériumi dolgozók önálló szakszervezete. Magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálatban dolgozók szakszervezete. Mentő dolgozók önálló szakszervezete. Művészeti Szakszervezetek Szövetsége. Pedagógusok Szakszervezete. Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége. És a társult szakszervezetek köréből. Adó és pénzügyi ellenőrzési dolgozók országos szakszervezeti tanácsa. Akadémiai igazgatás és szolgáltatási dolgozók szakszervezete. Állategészségügyi és élelmiszer ellenőrzési dolgozók szakszervezete.